továbbra is szívesen látják a jelentkezőket a Kródh György Zene és Képzőművészeti Iskolában, ahol a képzőművészetre és a zenére fogékony fiatalok számos lehetőség közül válogathatnak a felvételi előtt. Szabad helyeink elsősorban a csoportos képzéseken vannak még. Nagyon szívesen fogadunk még növendékeket a zeneóvodában, a zenei előképzőben, illetve tudom ajánlani mindenkinek képzőművészeti tanszakunkat, ahol a legkisebbektől egészen a gimnazistákig fiatal felnőtt korosztályig nagyon szívesen látunk új hallgatókat, tanulókat. Természetesen egy-egy hangszeres helyünk is akad még, klarinét, népi klarinét, egy-két hegedűhelyünk, itt-ott egy-egy zongora, szabad helyünk van még. Ez a felvételi azonban nem kimondottan olyan jellegű, mint egy hagyományos vizsga, hiszen az intézmény tanárai is tudják, hogy különböző életkorú gyerekek különböző fokú zenei képzettséggel jelentkeznek az iskolába. Így a tanárok igyekeznek minden jelentkező számára megfelelő segítséget nyújtani abban, hogy megtalálják a művészet azon területét, amiben ki tudnak teljesedni, ami igazán nekik való. Ez egy képességvizsgáló felvételi, idézőjelbe tenném azt a szót, hogy felvételi. Azt nézzük, hogy a gyermek alkalmas-e arra a hangszerre fizikálisan, és hát természetesen milyen a hallása, a ritmikai képességei, amit ő választott. Ugyanis előfordul az, hogy nem az alkatának megfelelő a hangszer, és akkor bizony sajnos nem lehetséges a hangszeres tanulmány. Pontosan ezért úgy szoktuk kialakítani a felvételi vizsgákat, megkérdezzük, mi az előzetes elképzelés, elsősorban a gyerek kipróbálja azt a hangszert, és akkor, ha valamilyen oknál fogva úgy látjuk, hogy az ő alkatának nem megfelelő, akkor tovább küldjük egyéb hangszer típusokra. Persze nem csak a diákok, hanem minden ember tanul néha új dolgokat. A tanárok számára az elmúlt időszak például arról szólt, hogy hogyan tudnak alkalmazkodni az internetes oktatás nyújtotta kihívásokhoz. Minket is, mint bárkit váratlanul ért természetesen az online oktatásra való átállás. Néhány kollégánk tényleg nagyon-nagyon gyorsan, szinte a meghirdetéstől számítva másnap el tudta indítani az oktatást. Nyilván a csoportos képzésen ott több szervezést igényelt, hiszen korábban nem voltunk erre berendezkedve, hogy a csoportokat e-mail címmel, stb.-vel nyilvántartsuk. Most az új tanévben már nagyon óvatosan futunk neki az akadályoknak. Természetesen egyelőre jelenléttel folyik az oktatás, de azért ugye mindenkiben ott bujkál az a gondolat, hogy mi van akkor, hogyha ismét elrendelik az otthoni munkát. A számos nehézség mellett azonban a tanárok néhány pozitívumról is be tudtak számolni a kialakult helyzettel kapcsolatban. Az az igazság, hogy meglepően jól alakult az online hangszeres oktatás. Tulajdonképpen magam sem gondoltam volna, megmondom őszintén, hogy ez lehetséges. Arról számoltak be a tanárok, hogy a gyerekek sokkal szorgalmasabbak voltak, mint egyébként. Én azt hiszem, hogy az életükben felértékelődött a zene és a művészet oktatás, és nagyon-nagyon várták azokat a pillanatokat a héten, amikor a hangszeres tanár bejelentkezett, vagy a szolfés tanár bejelentkezett, és tényleg csak ővelük foglalkozott. Az intézményben jelenleg még személyes órákat tartanak, ahol a diákok az ehhez hasonló foglalkozásokon tanulhatják meg egy-egy hangszer rejtelmeit. A cím alatt balra, mindenki. Csak a trombitásoknak azért mondtam az alapbetűt, mert ők addig kiválóan tudják az alait. Jó? Egy, két, három, egy. A zenei oktatás egyébként többről szól, mint pusztán a zenélésről. Látogatásunkkor a diákok például egy zenetörténeti előadást hallgathattak meg, melynek középpontjában a Land nevű hangszer állt. A fuvola tanárnő Farkas Sára osztotta meg tapasztalatait azzal kapcsolatban, hogy mire számíthat az, aki az iskola diákja szeretne lenni, és elsősorban a fúvós hangszerek, azon belül is a fuvola iránt érdeklődik. A fuvola ajaksípos hangszer, tehát igazából van egy hangszert, amit ide teszünk, és nem kell különösebb dolgot csinálni, csak
előrefelé fújni. Ezért egy picit a könnyebb hangszerekhez tudnám sorolni. Persze adottságtól függ, hogy kinek hogyan tud ráállni erre a szája, de alapvetően hamarabb el lehet érni rajta a sikereket, mint egy bonyolultabb felépítésű hangszerem. Az iskola falai közül számos olyan diák került már ki, akikből később kiváló zenész lett. S bár a tanárok büszkék egykori növendékeik sikereire, fontosnak tartják kiemelni, hogy elsődleges céljuk nem a profi zenészképzés, hanem a zene és a zenélés megszerettetése. Hát akik nagyon ügyesek, azokat ugye zenei pályára is fel lehet készíteni, tehát itt eltölt mondjuk 4-5 évet, akkor utána egy zeneművészeti szakközépiskolába, gimnáziumba tud tovább lépni, és onnan pedig zenei egyetemre esetleg. De nagyon sok olyan növendékünk van, akinek nem profija a zene, viszont hobbiból magas szinten tudja művelni, mert a tanárok olyan hozzáállással és szakmai tudással fordulnak feléjük, hogy ők is megállják igazából a helyüket a zenei világban, és egy hobbi zenészként tudnak aztán tovább élni. A tanárnő szerint minél korábban kezdi valaki a hangszeren tanulást, annál jobb, hiszen a gyermekkorban ennek a képességfejlesztésen túl számos más pozitív hatása is van. Az intézmény egyik komoly értékének a zenekarait tartja, amelyből egyébként igen sokféle van. Nagyon sokféle együttes van. Van, amikor egy hangszer csoport áll össze, például fuvola zenekar, akkor csak fuvolisták játszanak, ott azok tudnak játszani, akik már legalább 4 éve fuvoláznak, és akkor elértek egy bizonyos szintet, ami már az örömzenélés kategóriába tartozik, de van fúvós zenekar, különböző fúvós hangszeresek tudnak együtt játszani, van tambura zenekar, harmonika együttes, és van nagy szimfonikus együttes, ahol már tényleg a vonósok, fúvósok, ütősök és mindenféle hangszer nagy csoportja játszik együtt. Azonban nem csak a zene iránt érdeklődők számára lehet jó választás ez az iskola. Gesztei Nagy Zsuzsa, a képzőművészeti részleg vezetője arról beszélt, hogy mi mindennel foglalkoznak nála a diákok a tanulmányaik során. Azt kell tudni a szakról, hogy 6 csoport van, és ez korosztályra van felosztva, tehát a 6 évestől a 18 éves korig vannak nagyjából korosztály szerint felosztva, úgyhogy nem feltétlenül úgy áll össze egy csoport, hogy az elsősök, tehát akik most itt elsősök ebben az iskolában, ők vannak egy csoportban, hanem így betagozódnak, hát nyilván azért mondjuk egy 5-6-7 éve ide járó gyerekek alkott a csoportban, nem szívesen kerül, vagy teszünk be elsőst vagy másodikos, de itt igazából mégiscsak a korosztály a fontosabb. Hát én a tanmenetemet általában úgy szoktam megalkotni, hogy rengeteg kreatív feladat is legyen benne, és a hagyományos klasszikus képzőművészeti képzés is, tehát stúdiumok, csendéletek, perspektíva, színérzékfejlesztés, ezek ugye a hagyományosabb képzőművészeti tanulmány utak, és akkor emellett rengeteg kreatív feladat van. Nekem volt például olyan évem, amikor az emberi érzelmek megnyilvánulásaival foglalkoztunk, tehát az arckifejezés, testbeszéd, ez a képzőművészetnek egy gyakorlatilag a legelső barlangrajzoktól létező kifejezési formája, a mozdulatok, a gesztusok, aztán később a mimika is megjelent. Volt olyan fél év, hogy a perspektívával foglalkoztunk, és akkor természetesen a különböző korosztályoknak különböző módon adunk elő egy-egy feladatot, tehát nem mindenki ugyanazt a nehézségű feladatot kapja. A tanárnő szerint annak, hogy valaki bekerüljön, nem kimondott feltétele a tehetség. A szorgalom viszont mindenképpen elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki sikeres legyen. Ahogy említettem, ugye ez a képzőművészetnek a alkotó elemeit képezzük folyamatosan. Én személy szerint elég fontosnak tartom, hogy ez alatt, a folyamat alatt ne veszítsék el a saját hangjukat, meg a saját stílusukat, tehát ne az legyen, hogy ilyen egyen tudással rendelkezzenek, hanem valahogy ezt a kettőt próbálom így állandóan balanszírozni. Hát a végső pont, amikor elmennek innen, az, hogy meg is tudják alkotni azt, amit szeretnének, és
az is megmarad az a vágy, hogy valamit szeressenek megalkotni, tehát hogy legyenek elképzeléseik, legyenek felszabadultak, legyenek bátrak, folyamatosan az is mondva van, hogy lehet rontani, ugye nagyon sokan úgy jönnek ide, hogy mondjuk mondok egy feladatot, hogy most önarcképet fogunk rajzolni, és akkor megijednek, hogy ők azt nem tudják, és akkor azt külön mondani kell nekük, hogy de hát azért vannak itt, hogy megtanulják, tehát hogy ez egy nem probléma, hogy nem tudják. Tehát, hogy itt folyamatosan képezzük őket. Amit még kérdeztél a bátorítás szempontjából, nagyon fontos, hogy nem muszáj úgymond tehetségesnek lenni ahhoz, hogy valaki ide bekerüljön, mert a tehetség az egy... Hát egy nagyon, nagyon bonyolult dolog, és például pont a gitártanár mondta itt egyszer az iskolában a gitártanár, hogy van olyan növendéke, akinek 6 év után jött belőle elő a muzikalitás. Tehát, hogy ez simán elképzelhető, hogy ide kerül egy nem annyira tehetségesnek tűnő valaki, és aztán egyszer csak így az elültetett mag hasonlatával egyszer csak kibúrjánzik belőle valami csodálatos bokor vagy növény.